Köszöntöm a köztér valamennyi nézőjét, azt hiszem, hogy kevés székesfehérvári van, illetve talán nincs is olyan, aki ne találkozna nap mint nap valamilyen úton, módon a városgondnokságnak a működésével, a városgondnokság tevékenységével. Stúdiónk vendége Bozai István, ügyvezető igazgató, aki 10 esztendeje városgondok Székesfehérváron. Köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat. És köszönöm a meghívást. Hogy ezt az elmúlt 10 esztendőt próbáljuk majd górcső alá venni, akkor azt hiszem, hogy abból ez egy fontos dátum a november 7-i közgyűlés, és már 2008-ban, illetve 2008. november 15-e. Én is mostanában az elmúlt hetekben gondoltam bele, hogy ez már 10 éve, az embernek olyan gyorsan elszállnak ezek az évek, tényleg annyi minden történt a város életében, a városgondnokság az én életemben, hogy mintha tavaly lett volna, vagy egy-két éve, tehát egy új pozíció, vagy egy új feladat lenne ez. Mi volt az, ami erre a feladatra hívta, vagy irányította a figyelmét? Miért szeretett volna városgondnok lenni? Nagyon régóta már önkormányzatnál dolgozom, önkormányzat különböző intézményeibe, cégeinél dolgoztam előtte is, már úszoda gazdasági műszaki vezetőjeként, az előző stadion Kft.-nek az üzemeltetője, beruházásnak az irányítása, bonyolításába is, tehát az önkormányzati szektorban régóta dolgozom. És hát azért ezen önkormányzati feladatok, intézményi feladatok, akkor még intézmény volt, amikor engem városgondoknak választottak. Ez volt akkor a legnagyobb intézmény. Tehát gyakorlatilag ebben az önkormányzati szektorban az egyik legnagyobb feladat. Ha úgy nézzük, akkor talán a legszínesebb, legszélesebb spektrumú feladat is. Akkor nagy kihívás volt. Igen. Már érintettük és említettük is, hogy akkor még az volt, hiszen 2009-ben aztán egy ilyen hatalmas nagy átalakulás jött a városgondnokság életében. Mi volt ez? Így van, már a városgondokká választásomkor is, tehát amikor nekem ez felmerült, vagyis hogy ismerősökkel, képviselőkkel, jelenleg alpolgármester úrral erről beszélgettünk, hogy ezt én pályázzam meg a városgondoki pozíciót, akkor már egy jó fél éve kereste a közgyűlés a megfelelő szemét, és akkor kaptam egy ilyen sugallatot, felkérést, hogy pályázzam meg a városgondoki posztot. Akkor is már felmerült bennem, és mind a pályázatban, mind pedig a város vezetőivel, a akkori polgármesterrel, Várvasovszky Tihamérral, a többi vezetővel is beszéltük, hogy magát a struktúrát is szeretném átalakítani, tehát nem az akkori intézményi felállásba szeretném én ezt továbbvinni, ott nagyon sok békjó, nagyon sok gát akadályozta az akkori intézményi formának a kiteljesedését, és ezért szerencsére elég gyorsan, hát körülbelül 7 hónap alatt át is tudtuk alakítani az akkori intézményt egy gazdasági társasággá, a mai napig is működő Városgondnokság Kft.-vé. Most, amikor készültem erre a beszélgetésre, akkor több ilyen régi interjút elolvastam, ami önnel készült, és ott mindenhol ilyen visszaköszönő gondolat volt a célkitűzéseknél, a hatékonyság, a gazdaságos működés, illetve az, hogy a dolgozók jól érezzék magukat. Ez a mai napig fontos? Igen, sőt. Tehát a mai kiélezett munkaerőpiaci helyzetben még fontosabb, hogy a dolgozók jól érezzék magukat, ez természetesen legelőször a fizetésükben, tehát az ő anyagi megbecsülésükben, de nagyon sok egyéb dologgal is azért lehet egy munkahelyet jó hangulatú, jó munkahelyi környezetet teremteni nekik, nem csak a fizetés emelésével. És akkor a gazdaság és a hatékonyság, az meg gondolom én, hogy a cég egészére vonatkozik, mint célkitűzés. Így van, tehát nagyjából zárt az a pénzmennyiség, amennyit a város oda tud adni a város üzemeltetésre. Tehát minél hatékonyabbak, minél célszerűbben tudjuk ezeket a pénzeket elkölteni, annál több mindent tudunk megtenni. Tehát a legelső, legnagyobb változás azért az volt, hogy a régi intézményi struktúrában gyakorlatilag csak a vállalkozókkal dolgozott a városgondnokság, akkor 85 gyakorlatilag technikus mérnök, gazdasági szakember irányította az igen nagy számú alvállalkozói struktúrát. A mai napra ez teljesen megfordult, ma több mint 650 emberrel dolgozunk, tehát átalakultunk egy olyan struktúrába, hogy nem alvállalkozókkal dolgoztatunk, hanem saját létszámmal. Ez azért rengeteg feladatot ró ránk, főleg most ebben a nagyon nehéz munkaerőpiaci helyzetben nagyon nehezen találjuk meg a kollégákat, nagyon nehezen őrizzük meg a kollégákat. Én inkább azt mondanám, hogy
hogy a feladatellátásra tökéletesen megfelel a mai létszám, de nagyon figyelnünk kell, hogy ez a létszámban minimális legyen a mozgás, minél kevesebben menjenek el, főleg a jó megbecsült szakembereink maximum nyugdíjba, bár nagyon sokan egyébként a nyugdíj után még egy jó pár évig visszajönnek, ha nem is ugyanabba az intenzitásban, nem is ugyanabba a munkakörbe, de a szakmai tapasztalatukat azért még egy jó pár évig utána, ha van kedvük, akkor szívesen fogadjuk. Mennyire volt fontos az, hogy egy ilyen gördülékeny rendszerhez mondjuk egy menedzser szemlélet is társuljon? Ez mindenképpen fontos. Tehát én azt gondolom, hogy a mai világban már nincs komoly különbség a multinacionális magánszektor, vagy külföldi tulajdonú szektor, illetve az önkormányzati vagy állami cégeknél. Ugyanazzal a menedzser szemlélettel kell ezeket irányítani, ugyanannyira fontos a hatékonyság, ugyanannyira fontos a különböző menedzser, különböző szervezeti feladatok, szervezeti projekteknek az alkalmazása. Projekt szemlélet életet alkalmazunk a cégnél, nagyon próbáljuk meg a belső ellenőrzést, az ellenőrzéseket, a projektek folyamatos figyelését úgy alakítani, mint egy nagy multinál. Tehát ott azért egy kicsit talán könnyebb, mert egy külföldről átvett rendszert alkalmaznak a nagy magyar a multik. Nálunk egy saját rendszereket kell kiépíteni. Teljesen saját a városgondnokságra szabott vállalatirányítási rendszerünk van, ahol a könyvelésen, a számlák elfogadásán és kifizetésén kezdve a biztonsági őrök körnaplóján keresztül, a céges autók foglalásán keresztül mindent ebbe az egy saját magunknak kifejlesztett vállalatirányítási rendszerbe kezeljük. Nagyon nagy cég lett a városgondnokság, tehát mint létszámában 650 ember, éves főszegébe több mint 8 milliárd forintot költünk el, tehát egy nagyon komoly feladat ennek a nagyon nagy egységnek az irányítása, főleg úgy, hogy azért ennek a hatékonyságára nagyon oda kell figyelnünk. Említette ugye, hogy hány ember dolgozik, és már érintettük is a tevékenységi köröket, de összességében mondjuk a parkrendezéstől elkezdve a temetőn keresztül számos-számos feladat van a városgondnokságnál. Mik ezek pontosan, hány rétű munkát végeznek el az itt dolgozók? Zömmel azt szoktam mondani, amikor gyorsan szeretnénk összefoglalni, hát talán számszerűen nem is tudom megmondani, hogy hány feladatcsoportra osztottuk szét. Én azt gondolom, hogy 20 fölött van, ahány csoportra osztjuk a város gondnokság működését. Én úgy szoktam összefoglalni, hogy ami a kerítésen kívül van, az minden a városgondnokság feladata, és ezen felül még van jó pár létesítmény, tehát például a piac, sportlétesítmények, úszoda, mezővári sportpálya, nagyon sok szabadtéri játszótér, sportpályák, a tavaly átadott Turózsáki szabadidőközpont, tehát nagyon sok szabadidős, illetve versenysport létesítmény, és gyakorlatilag a közterület minden nyugével, bajával. Tehát a tavasztól kezdjük a fűnyírást, nyáron a virágok elültetése, öntözése, gondozása, a fák gondozása, nagyon fontos aztán az utaknak a karbantartása, tehát szerencsére azért az elmúlt években már nagyon komoly fejlesztések történnek az úton, utaknak a burkolatába, tehát már nem csak kátyúzással kell megoldanunk Székesfehérvár útjainak a rendbetartását, hanem kimondottan nagy felületi, nagyon nagy összegeket kapunk az önkormányzattól ezeknek az utaknak a folyamatos felújítására, parkolóépítésekre, tehát a közlekedési infrastruktúra, de ebbe beletartoznak a kresztáblák, beletartoznak az összes járda, és hát beletartozik, ami most jövő héten fogjuk kezdeni, a téli üzemeltetést, amikor egy nagyon komoly síkosságmentesítés, hóeltakarítás van, és hiába kb. 3-4-5 éve nem esett Fehérváron komoly hó, minden évben egy 20-30 bevetést alkalmaznunk kell, mert egy egész kevés csapadék is lefagy, ugyanannyira csúszik, mint hogyha leesett volna 10 centi hó, és majdnem ugyanakkora munkát jelent nekünk, mert az egész város összes járdáját, összes útját, összes parkolóját gyakorlatilag sikosságmentesíteni kell, tehát végig kell rajta menni, és a gépekkel sót kell, csúszásmentesítő anyagot kell kiszornunk. Aztán, hogyha a feladatokat nézzük, meg az elmúlt 10 évet, akkor volt költözés is, hiszen azért ezt a Szent Vendel utcai telephelyre is az elmúlt években talált otthonra a városgondnokság, volt a Piac téren, a Lövölde utcában, úgyhogy volt költözéses időszak, mondhatjuk ezt. Így van, hát gyakorlatilag ugye a cég nőtt, úgy kerestünk egyre nagyobb, aztán most már egy ideje nem egyre nagyobbat, hanem egyre több telephelyet, tehát 10 évvel ezelőtt még a Piac tér 4-ben egy
néhány száz négyzetméteres irodablokk üzemeltetésével, vagy használatával működtünk. Utána a Széphőtől béreltünk egy újabb irodaházat a Lövöldén, és utána sikerült megvásárolnunk ezt, ahol most is a székhelyünk van, a Szent Vendel utcában, illetve ugyanebben a székhelyen található a médiacentrumnak is a központja már. És azóta egyébként tovább is bővülünk, tehát ez a folyamatos létszámnövekedés, ez folyamatosan újabb és újabb telephelyeknek a nyitását eredményezi. Arra jöttünk rá, hogy annyira sokan vagyunk, és annyira nagy terhet jelentünk a város, vagy a környező lakosokra, hogy nem akarunk egy nagy telephelyre költözni, hanem azóta most már újabb és újabb kisebb fiók telephelyeket nyitottunk. Tehát például a Városkarbantartás építőipar a Mura utcában a Széphőtől bérelt ingatlanban kapott elhelyezést, a köztisztasági csoport, a Deák Ferenc úton szintén a Széphőtől egy bérelt ingatlannak és átalakításával kap helyet, és egy igen komoly fejlesztéssel, mert ez egy saját tulajdonú ingatlanunkban, az a Berényi 15-ben pedig a teljes parkfenntartás csoport, talán ez a legnagyobb létszámú telephelyünk, itt több száz embernek a szociális ellátását kell biztosítanunk, és rengeteg autó, rengeteg gép. Talán ezzel tudjuk azt elérni, hogy nem terheljük egy helyen. Tehát mi nem tudunk úgy kiköltözni a város szélén, az ipari parkban egy nagy telephelyre, mert annyira a városhoz kötött a mi munkánk, hogy nagyon gazdaságtalan lenne a rengeteg autózás, nagyon nagy út, költségút idő lenne az embereknek a szállítása egy ipari parkból történő ellátás, ezért mindenképpen belvárosi telephelyeinket kellett keresni, és ez lett a döntés, hogy fiók telephelyeket nyitottunk azóta, tehát rengeteg, éppen a múltkor néztem, talán 14 fiók telephelyen rendelkezik összesen a Városgondnokság, ebben benne van az uszoda, a piac, a sok temető, tehát nagyon sok telephelyen dolgozik most már a Városgondnokság. Ugye bővültek a feladatok, ezt említettük, bővült a létszám is. Mi az, ami még mondjuk a 10 évben ilyen nagy horderejű változás volt a kezdetekhez képest, hogyha most itt összegeznünk kéne? Mindig a legnagyobb feladatok azért azok az új beruházások. Tehát amikor, és ezt is szeretjük azért a legjobban. Tehát mint én azt gondolom, hogy akár otthon is. Tehát otthon is mindig, ha csak takarítunk, az nem olyan, mint amikor lehet egy új bútort venni, mint amikor mindig a régit törölgetjük le. Tehát ez az a szerencsére azért majdnem minden évben kapunk a várostól egy mostanában azért meg jóval több feladatot, amiben egy kicsit kiteljesíthetjük magunkat. Ugyanez a Turózsáki szabadidőközpont volt a legutolsó, de előtte például a kollégák nagyon büszkék a Bregyó központnak azért nagyon elmaradott infrastruktúráról. Én azt gondolom, hogy ma abszolút európai szintű szabadidősport, professzionális sportközpontot tudtunk építeni. A tavalyi évben nagyon szerették a kollégák a strandnak a felújítását, ott is egy nagyon, én azt gondolom, hogy nagyon szép és nagyon népszerű, tehát majdnem közel kétszer annyi ember megfordult a strandon, mint az előző években, tehát nagyon szeretik a városlakók. Őszintén ezeket szeretjük, tehát ezek azok az ünnepnapok, ami hétköznapi munkás hétköznapjainkban, amikor egy kicsit lehet valamit alkotni, kicsit a kollégák is, tehát aki a parkot nem csak a füvet nyírja, hanem ott tud virágot ültetni, tud kreatívkedni, és én azt gondolom, hogy ez tényleg egy kicsit kiteljesítheti minden kollega is a saját munkáját. Lehet számítani ilyen kihívásra a jövő időszakban, az elkövetkező időszakban is? Én úgy látom a városon, hogy igen, tehát valószínűleg ennek az is köszönhető, bár nem túl szép itt dicsérni a saját munkánkat, de azért a Városgondnokság elvégzi a munkát. Tehát a Városgondnokság, ami feladatot megkap, azt ellátja. Tehát ha kap egy beruházásra a pénzt, kap egy beruházásra felkérést, akkor az majdnem kivétel nélkül mindig be tudjuk fejezni, mindig meg tudjuk csinálni, és ezért azért a városvezetésnek a bizalmát én azt gondolom, hogy teljes mértékben élvezhetjük, kapjuk a feladatokat, csináljuk. Ennek a negatív múvával is, mert azért ezeket meg kell szervezni, a munkákat el kell végezni, a város üzemeltetés ettől nem eshet vissza, tehát azt nem mondhatjuk, hogy nem nyírtuk le a füvet, mert a strandot kellett építeni, nem mondhatjuk, hogy a bregyót csináltuk, akkor a városi játszótereken leszakadt a hinta, tehát nagyon figyelni kell arra, hogy csak annyi munkát vállaljunk el, amennyit felelősséggel el tudunk látni.
és egyre inkább annyi munkát szeretnénk, amit nagyjából ez a 650 ember el tud látni, csak a nagyon speciális, különleges felszereléssel vagy felszereltséghez kötött munkákat szoktuk kiadni. Tehát nem szívesen fogadunk túl nagy méretű alvállalkozókat, mert azt gondolom, hogy az, hogy egy alvállalkozóval megoldjon valamit a város, arra az önkormányzat teljes beruházási csoportja, beruházási apparátusa teljesen alkalmas. Mi elsősorban a saját kapacitású munkákatra koncentrálunk. Én azt gondolom, hogy szerintem jövőre is, most folyik egyébként a pont az üzleti tervezés, első olvasatban már megtörténtek az első tárgyalások az önkormányzattal. Ez ilyenkor egyrészt a városüzemeltetés költségein is megy a vita, nem tudok jobb szót mondani rá, mert azért az ő érdekük, hogy minél olcsóbban, a mi érdekünk pedig, hogy minél magasabb szinten, minél jobban el tudjuk látni a feladatainkat, és ezen felül pedig van egy nagyon komoly fejlesztési elképzelés is. Tavaly is közel, vagy hát nem tavaly, mert még itt vagyunk, 2018-ban közel 3 milliárd forint értékben építettünk utat. Tehát például egy nagyon komoly útépítési programot tudtunk elindítani 2017-ben, ez is egy 2018-ban még nagyobb volumenbe tudtunk tovább haladni, tehát ez is egy egészen új feladat, ezzel is én azt gondolom, hogy komolyan tudjuk segíteni a város rengeteg beruházását. Tehát a városban rengeteg, szerintem nincs olyan városlakó, aki nem látja, mindenhol valamit turunk, furunk, vagy mi, vagy az önkormányzat. Vagy valamit, fásítanak. Vagy fásítunk, vagy utat építünk, vagy járdát, vagy parkolót, vagy valami mindenhol történik. Ezt a rengeteg munkátba, amennyire lehet, próbálunk mi is besegíteni az önkormányzatnak. Hogyha egy mondattal, vagy egy jelmondattal kéne jellemezni a 10 évvel ezelőtti városgondnokságot, az mi lenne, ami arra illeszkedik, és mi az, ami a mostani városgondnokságra? Mi volt az, amikor mondjuk először belépett és eszébe jutott a városgondnokságról, és mi az, ami ma fémjelzi a városgondnokságot? Hát a 10 évvel ezelőttire arra most nem fog tudni mondani. A mostani én azt gondolom, hogy a megoldás. Tehát szerintem a városgondnokság az a szervezete a városnak, ami a problémák nagyon nagy részét megoldja. Tehát ha kap valami feladatot, akármilyen bonyolultságú vagy kihívás is lenne, én legalábbis erre törekszem, hogy ha feladatot kapok, akkor ne azon gondolkodjam, hogy ezt hogyan nem lehet megcsinálni, vagy ne azon, hogy hogyan tudná valaki más megcsinálni. Megpróbáljuk, ha úgy döntött a városvezetés, hogy ezt a városgondnokságnak kell megoldani, akkor megoldjuk mi a feladatot. 10 évvel ezelőtt az nagyon furcsa volt, átvettem a megbízó levelet, bementem az irodába, és az iroda zárján valami javítás volt. És erre egy alvállalkozó érkezett, egy bácsi, egy nagy szerszámos, és gyakorlatilag az egészen megdöbbentett, én előtt az uszodába, stadionba dolgoztam, mindenhol volt egy teljesen normális üzemelő személyzet, fel sem merült bennem, hogy egy zárjavításra jön a nem tudom én milyen KFT, és megjavítja saját irodám zárját, és ez úgy, tehát ez egy szemléletes példa, hogy akkor nagyon-nagyon erre az alvállalkozói rendszerre, ami egyébként nagyon kényelmes, tehát a mostanihoz képest azért ebből a rengeteg dolgozóval rengeteg probléma is jár együtt, de rengeteg öröm is. Tehát azt, hogy ma tényleg a kollégák, tehát én legbüszkébb vagy legjobban egyértelműen a Városgondnokság kollektívájára vagyok. Tehát nekem még nem volt a 10 év alatt olyan kérésem, amit gyakorlatilag, tehát a csodákat leszámítva, gyakorlatilag olyan nem tudtam kérni, amit tényleg nagyon-nagyon rövid időn belül. Ha volt egy vihar a városban vasárnap délután, gyakorlatilag egy órán belül 40-50 ember 4-5-6 autóval megjelent. Onélkül, hogy bárki is ügyeletbe lett volna, bárki egyszerűen a telefonon elérve a csoportvezetőket, és ugyanez mindenre érvényes. Tehát gyakorlatilag legyen ez belvíz probléma, legyen ez árad a Duna, menjünk el, segítsünk. Tehát gyakorlatilag nem volt olyan kérés 10 év alatt, amikor tényleg függetlenül, hogy ügyeletbe voltak, nem, nagyon sokszor vannak ügyeletben, a kollégák ilyenkor természetesen télen, akkor ezt meg is, tehát ez egy rendszer intézményesített formában van az, hogy bármikor szólunk, akkor jönniük kell, és el kell hárítani a csúszásmentes, vagy a csúszás problémáját a városban. De ha ez nincsen, akkor természetesen ezzel azért vissza nem élünk, nem rángatjuk a kollégákat, hogyha nem, tényleg nincsen nagyon komoly probléma, de ha van, akkor tényleg bármikor díszközgyűlés előtt nem rendelték meg a Szent István térnek a kapálását. Oda meglátom, gazos, mi legyen előtte való nap délután, hétvégén.
szólok a kollégának, és tényleg egy órán belül visszajött a csoport, mindenkit visszahoztak, újra az autóra, oda jöttek és megcsinálták. Tehát ezek, amit nagyon szeretek a kollégákban. Hogyha mondjuk az ember elindul egy úton, és nyilván amikor megpályázta a városgondnoki tisztséget, akkor volt a fejében egy terv, egy rövid, egy közép, egy hosszú távú terv, akkor ha összegezni kéne, hol tart most ezen az úton, amikor belépett, nyilván voltak célkitűzései, átalakítás, amiről már beszéltünk, egy kicsit ez a menedzsment féle szemlélet, és mik voltak még, vagy hol tart ezen az elképzelésen, amikor bekopogtatott, hogy akkor jó napot kívánok, Bozé István, városgondok vagyok, mit szeretett volna elérni? Ott tart, ahol gondolt, hogy 10 év múlva fog? Hát nem tudom. Nem tudom. Igen, tehát azt gondolom, ez azért az első 3-4-5 év alatt a szervezet alapjai létrejöttek, a telephelyeink létrejöttek. Most már én azt gondolom, hogy túlságosan nagy infrastruktúrális probléma nincs is. Természetesen még mindig vannak igények, ezt-azt a telephelyet még kéne, éppen a Berényi útnak a fűtésén kéne, ott is egy kis bővítés, hogy kicsit komfortosabb legyen az öltöző kiszolgálás, tehát ezeken mindig lehetne valamit javítani. Én azt gondolom, hogy a váza, a lényege az megvan. De egy ekkora szervezet az olyasmi, mint egy személy, vagy egy ember, vagy egy kert, ezzel állandóan foglalkozni kell. Tehát gyakorlatilag kisebb-nagyobb átalakításokat mindig kell vele csinálni, folyamatosan oda kell figyelni, tehát meg mint a lenkerekes autó, tehát ha bizonyos területekkel az ember nem foglalkozik, előbb-utóbb lelassul, akkor azzal is foglalkozni kell. Szerencsére nagyon jók a középvezetőim, majdnem az indítás óta szinte ugyanazzal a gárdával tudunk dolgozni, maximum az új feladatokkal újonnan belépő kollégák. Nagyon sok belső előmenetel van, fűnyírásba dolgozó kollega egyébként ma egy egész komoly egységet vezet, mert közben elvégezte a főiskolát, egyetemet, úgyhogy elég komoly belső előmeneteli rendszer van, úgyhogy én azt gondolom, hogy ez meghatározza a cégnek a működését, ettől függetlenül folyamatosan egy kicsit át kell szervezni, egy kicsit át kell alakítani, ezt-azt a tevékenységet innen át kell pakolni, onnan oda, aztán megint vissza. Tehát ez egy ilyen folyamatosan gondozgatni kell, mint a kertet a otthon is a házunk mellett. Hát de az jó, nem? Mert szereti a kihívásokat, és akkor nincs idő unatkozni. Igen, hát unatkozni nincs idő városgondokként, az biztos. Tehát az biztos, hogy gyakorlatilag folyamatosan lehetne, tehát majdnem azt gondolom, hogy mesterségesen kell azt gondolnom, hogy akkor most nem kell mindig, most akkor nem foglalkozunk egy kicsit a munkával, akár a világot járva, biztos, hogy nem tudok ugye menni bármelyik világvárosba se, hogy ne azt nézzem, hogy na, itt is. Azért van összehasonlítás, nem? Foci meccsre ki tudtunk menni a fiammal, és nagyon nem örömmel, de kár örömmel láttam, hogy Londonban pontosan annyira kátyús, és szanaszét mindenféle aszfalttal javított járda burkolat van a Buckingham palotával szembe, illetve ott is látok szemetet az utcán, hogy sok városban sokkal többet, mint Fehérváron, tehát azért ezeket úgy az ember, tehát már nem tudom csak a szép épületeket nézegetni, mindig az ember szeme oda téved, milyen a burkolat, milyen a zöld, hogy gondozzák, milyenek a virágos kertek, itt milyen, ott milyen, tehát ez úgy minden napot kitölt, ez így működik. Én köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunk, és egy kicsit betekinthettünk egy városgondoknak a mindennapjaiba. Köszönöm, hogy itt volt. Én is köszönöm. Nézőknek pedig köszönöm a figyelmüket, köztérre legközelebb, egy hét múlva pénteken számítok majd a figyelmükre. Viszontlátásra!